Kedves nézőink, a stúdióban Varga Franciska Ildikó, a Cigle Egyesület 8-as választókerületi képviselőjelöltje következik. Varga Franciska Ildikó a Ceglédi Kossuth Lajos gimnáziumban végzett, a Budapesti Műszaki Egyetem biomérnöki szakán hallgató biotechnológia szakirányon. Jelenleg egy helyi politikai szervezet elnöke, illetve megyei alelnöke. Fiatal korától kezdve érdekelte, mi és miért történik a világban, ezért is fordult korán a politika, illetve a közügyek felé. Szabad idejében autósport eseményeket látogat, és a sportolás jelenti számára a kikapcsolódást. A stúdióban Varga Franciska Ildikó, kezdjük. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én pedig köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a tévénézőket. Ez volt tehát egy rövid felvezető. Kíván kiegészítéssel élni az imént elhangzottakhoz? Igen. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ajánlott engem, és támogatott, hogy el tudjak indulni az őszi önkormányzati választásokon, és természetesen azoknak is, akik azóta bizalommal fordulnak e felém, és bíztatnak nap, mint nap. A bemutatkozásomat szeretném kiegészíteni azzal, hogy a kopogtatások során gyakran ismétlődő kérdések merülnek fel személyemmel kapcsolatban. Ez azért is van, mert fiatal vagyok, annyira még nem ismernek, valami nem régóta vagyok benne a közéletben. Egy hölgy meg is jegyezte kopogtatás során, hogy ezeket feltétlen mondjam el a tévében, mivel érdekelheti a választóimat, érdekelheti az embereket, hogy megismerjenek jobban. Ezért, mint ahogy elhangzott, hogy a biomérnöknek tanulok, még másfél éven van hátra, utána a környezetmérnöki mester képzésre szeretnék menni. Erre a szakirányra azért jelentkeztem, mert egy 21. századi problémával foglalkozhatok, a környezetvédelemmel. Ugye jelenleg sajnos nem igazán léteznek környezettudatos önkormányzatok, a kormányunk se foglalkozik ezzel a tegnapi ülésen, amit azért hívtak össze rendkívüli ülés, a környezetvédelemmel, a klímakatasztrófával foglalkoznak, a Fideszes országgyűlés nem jelent meg. Ezen szeretnék változtatni, és a Ceglédi Városi Önkormányzatot is sokkal zöldebbé tenni. A másik, ami inspirál a közéleti szerepvállalásra, az, amikor pultozáskor, kopogtatáskor, utcafórumokon fiatalokkal beszélgethetek, akik sosem politizálnak. Meg kell mondjam, ők vannak többségben, sajnos ők igazából érdektelenek. A szüleik se politizálnak, nem mennek el szavazni, és az iskola sem neveli őket arra, hogy közéleti kérdésekkel foglalkozzanak. És szeretném nekik megmutatni, szeretném őket inspirálni arra, hogy fontos az, hogy közéleti kérdésekkel foglalkozzanak, tájékozódjanak, beszéljenek, akár csak kis közösségekben, akár egy szervezetben, akár egy politikai pártban, de ne féljenek hallatni a hangjukat. Mindig azt szoktam nekik mondani, hogy attól, hogy ők nem foglalkoznak a politikával, a politika még fog velük foglalkozni. És pont ez a jó fiatalokban, azaz bennünk, hogy igazából nem ismerünk lehetetlent. Mi nem ismerjük azt, hogy nem. Mi megkeressük a módját, hogy hogyan lehet újítani, változtatni, és megpróbálunk egy jobb utat keresni. És hogy én magam is miért ölök bele ebbe ennyi időt, és indulok el egy választáson, azért, mert tudom, hogy ez a város egy sokkal jobb város lehetne. Léphetünk tovább? Igen. 8-as választókerület, most akkor egészen konkrétan, milyennek ítéli meg a 8-as választókerületnek a jelenlegi helyzetét egyrészt, illetőleg megválasztása esetén milyen tervekkel rukkol ki? Hát a 8-as választókerület főleg egy idősebbek által lakott kerület, fiatalok inkább elvándoroltak. A történelmi belváros részét képezi egy része, vagy ahhoz nagyon közel helyezkedik el, például akár a Pesti utat. Ha megnézzük, a régen az egyik legszebb, leggazdagabb házakkal tarkított utca volt. Ma sajnos, hogyha végig sétálunk rajta a választókerületen, vagy akár a Pesti úton, akkor igazából egy szomorú képet fest, hiszen egy csomó elhagyatott ház van, ahol csomó elhagyatott ház van, parlagon hagyott terület. Magának a kerületnek nem mondanám, hogy olyan hatalmas nagy problémái lennének, tehát nem tudnám egy 4-es vagy egy 3-as választókerülethez hasonlítani. A fő problémái azok a közlekedéssel kapcsolatosak, az utak a járdák állapotával, vagy a felszíni csapadék vízelvezetéssel. Olyan kisebb közlekedési problémák vannak, mint például a utcatáblák hiánya, vagy a útjelző táblák, amiket benőtt a növényzet. A nagyobb közlekedéssel kapcsolatos problémák viszont az egész várost érintik, és túlnyúlnak a kerületnek a határain. Ilyen például szerintem a körforgalom hiánya, a Széchenyi út, Nagykátai út, illetve a Felszegi útnak a,
a kereszteződésében, ahol gyönyörűen be van most jelenleg levendulákkal ültetve az egész, meg van oda kirakva egy tükör, amit én személy szerint rendszeresen járok el ott, de addig nem vettem észre, amíg a Nagykátai úton lakó hölgyel nem beszélgettem, és hívta föl rá a figyelmet. Tehát látszik, hogy ez egy nem túlságosan belátható út, van egy út, nem a gyalogosok se használják igazából ott a gyalogátkelőt, ezért is szükség lenne egy körforgalomra. Másik probléma az a Balcsy-Zsilinszky út, amiről talán beszélni sem érdemes, hiszen mindenki tudja, hogy túlterhelt, nem lehet róla kikanyarodni normálisan a Pesti útra, néha betévedő kamionosok, akik kitolnak tiltva a városból, de azok is ott mennek át, valamint az autók ott állnak sokáig, pöfékelnek, ami igazából elmondhatjuk, hogy tovább rontja a levegőnek amúgy se, vagy a levegő minőségét, ami amúgy se túl jó a városba. Ezt is meg lehetne oldani a Pósta utca, a Csikosztélnek a leaszfaltozásával, hogy az Ugyerből jövő lakosok ne a Pósta utcán keresztül a Balcsy-Zsilinszkyn átmenjenek a Pesti útra, hanem ne kelljen ezt a kerülőt megtenniük. A másik a közbiztonság kérdése. Ezt addig nem foglalkoztam vele nagyon, amíg nem kezdtem el kopogtatni, hiszen mindenki azt mondja, hogy mennyire jó Cegléd közbiztonsága. Viszont kopogtatások során rájöttem, hogy egyre többen mondták, hogy betörtek hozzájuk a szomszédjukhoz, vagy igazából egy ismerősükhöz, és most már az egész programunknak a szerves részét képezi a közbiztonság kérdése. De gondolom most azért felmerült az a kérdés is a tévénézőkből, hogy miből lehetne ezeket megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a következő városvezetésnek az első feladata az lenne, hogy a veszteségesen működő önkormányzat által, tehát a veszteségesen működő önkormányzati intézmények, amelyeket ők több 10 milliós bepótlással tartanak fent és működtetnek, azoknak felül kéne vizsgálni és gazdaságossá tenni. Például a kokáért ilyen a Strand. Tehát én nem tudom elhinni, hogy egy 9 éve kétharmaddal kormányzó pártnak nincsen egy olyan gazdasági szakembere, akinek lenne hozzá kvalitása és felülvizsgálna ezeknek a működését, és azon dolgozná, hogy gazdaságossá tegye őket. Egy önkormányzat ugyanis nem költhet fölöslegesen, egy vállalkozó önkormányzatra van szükségünk. Ha már a Strandot hoztam fel példának, hozzá nem értő emberek ülnek vezető pozícióba, fideszes családi baráti kapcsolatok által, és vesznek fel nem kevés fizetést, mikor a Strand veszteséges, a szálló része lelakott és felújításra szorulna. De ugyanilyen fideszes hozzá nem értés áldozata lett például az ökovíz is. Erről a téma körül ennyit, akkor léphetünk tovább. Akkor most túléphetünk a 8-as választókerület határain tulajdonképpen, tehát akkor lépjünk is túl. És akkor az egész városra, gyakorlatilag Ceglédre vonatkozó tervek, elképzelések, önnél a szó. Köszönöm. Hát én azt mondom, hogy kellene, hogy legyen egy gondoskodó önkormányzatunk, amely mind a fiatalokkal, mind az idősekkel foglalkozik, az ők igényeivel foglalkozik. Társasági tereket hoz létre, ahol mindenki szabadon pihenhet, játszhat, pletykálhat. Legyen egy környezettudatos állatvédő önkormányzatunk, amely kigazdálkodja a biológiai szúnyogírtáshoz szükséges többletköltséget, és amely figyelembe veszi a kutyások igényeit, kutyafuttatót vagy kutyás parkot épített nekik. Legyen egy koncepciókkal rendelkező önkormányzatunk, amely gazdálkodó vállalkozó önkormányzat. Felméri az önkormányzat által fenntartott intézmények veszteségességét és gazdaságossá teszi őket. Legyen egy zöld önkormányzatunk, amely egy-egy építkezésnél, felújításnál figyelembe veszi a zöld területeket. Legyen egy olyan városvezetésünk, amely nyíltan fellép a szemétlerakások ellen, a légszennyezés ellen, és állandó üveggyűjtőket helyez ki a város több pontján. És nem utolsó sorban pedig egy nyitottabb városvezetésre van szükségünk, egy sokkal közvetlenebb kommunikációra, olyan képviselőkre, akik elérhetőek, akiknek van fogadóórájuk. Éppen ezért a Cigle Egyesület képviselői létrehozták saját Facebook oldalokat, ott elérhetőek, szórólapjainkon rajta vannak az e-mail címünk, telefonszámunk, én is elérhető vagyok. Telefonon, e-mailben, Facebookon, sőt Instagramon és Twitteren is, hogyha valaki ott szeretne engem elérni. Zárszóként érhetünk akkor a zárszóra? Persze. Akkor mit kíván megosztania? Kedves nézőkkel, belefér még bőven a műsoridőbe, parancsoljon. Én büszke vagyok arra, hogy az ellenzéki összefogás képviselőjelöltje lehetek, és a Cigle színeiben indulhatok, és nagyon örülök, hogy egy olyan polgármesterjelöltet támogathatok, mint dr. Csáki Andrást. Arra kérem a választókat, hogy október 13-án menjenek el szavazni, szavazzanak a Cigle jelöltjeire, vagy rám, hogyha az én választókerületembe laknak, hiszen Ceglének szüksége van a változásra. Varga Franciska Ildikó, köszönöm szépen, hogy nálunk jött. Én köszönöm. Kedves nézők, ma a 7-es és a 8-as választókerület
képviselőjelöltjeivel találkozhattak itt a Ceglédi Városi Televízió képernyőjén, de holnap is jelentkezünk választási műsorra.